Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Sziasztok, arra gondoltam, hogy ebben a részben összegyűjtöm az én 5 repülőjegy foglaló trükkömet, amit szoktam alkalmazni. Előjáróban annyit, hogy én viszonylag sokáig nem repültem. 25 éves koromban volt az első repülésem egy rövid 45 perces út a Velencébe, viszont hát azóta annál jobban érdekel a történet, hiszen azért, hogyha én 1500 kilométernél távolabbra megyünk, akkor mindenképpen ugye csak repülésben érdemes gondolkozni, autóval azért nagyon hosszú és fárasztó. Úgyhogy engem nagyon foglalkoztat az, hogy ha már úton vagyunk, akkor ugye ezt hogy lehet optimalizálni, és a lehető legtöbbet kihozni belőlem. Up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, cause we're together. A legfontosabb az, hogy azért, hogyha valaki kedvezményesen szeretne utazni, hát akkor nem úgy van az, hogy csak akkor, amikor ő szeretné. Nyilván nekünk kell igazodnunk az akciókhoz, és nyilván kell hozzá egy valamilyen szintű rugalmasság. És összegyűjtöttem most 5 olyan dolgot, ami szerintem, amit én követek, és amit megcsináltam. Nézzük meg az elsőt. Az első lépés szerintem, és ami legfontosabb, hogy föl kell iratkozni az összes hírlevélre, és le kell tölteni az összes olyan applikációt a légitársaságoktól, ami egyáltalán szóba jöhet. Első kézből itt lehet értesülni az akcióikról. A második tipp, amit én követek, hogy van több olyan gyűjtőoldal, ami összegyűjti az error fair, vagyis elírt, elárazott repülőjegyeket, a last minute akciókat, illetve a normál akciókat, amit ki szoktak érni a légitársaságok. Több ilyen oldal van. Nekem, ami bevált, az a flyforfree.com nevű oldal. Nekem nagyon jól tematikusan összedi, illetve külön ki lehet választani ezt, hogy Európából induló akciós jegyeket listázza ki az oldal. És hát én egy dolgot csináltam, ami a vesztem lett, hogy ezt kiemeltem első helyre a Facebookon, pin to top opció. Ez annyit jelent, hogy akár ezt megnyitom a Facebookot, mindig az akciós jegyekkel kezdi a hírfolyamat. Hát ez elég veszélyes, mert könnyen lehet csábulni. Úgyhogy ez a kettes ötlet, amit tudok javasolni. For a flying honeymoon, they say, come fly with me, let's fly away. Hármas, az egy nagyon jó kereső oldal, ez a kiwi.com W-vel. Én három dolog miatt szeretem nagyon ezt a kereső oldalt, ugye szintén több ilyen van. Van a Momondo, van a Pelikán, a Kajak. Nekem a Kiwi egy dolog miatt szimpatikusabb, mint a többi. Mondjuk abban három dolog miatt szimpatikusabb, mint a többi. Az egyik, hogy lehet úgy keresni, hogy nem csak egy helyről valahova utazol, hanem egy rádiuszt adsz meg, egy kört adsz meg, egy területet adsz meg, ahonnan szeretnél utazni valahova. Ezért nyilván, hogyha megint csak rugalmas vagy, és mondjuk nem csak Pestre utazol, hanem megadsz egy 500 km-es kört, ami beleesik mondjuk Pozsony, Bécs, adott esetben München, és onnan repülnél valahova, akkor meg tudja nézni kiszámolni azt, hogy az összes hely közül melyik a legkedvezőbb járat. Ez egyik. A másik, meg tudsz adni egy idő tartamot, hogy mondjuk novemberben, egész novemberben, vagy november és decemberben szeretnél menni, mert azon belül rugalmas vagy. És a harmadik, hogy meg tudsz adni time of stay, tehát hány napot szeretnél ott maradni az adott helyen, és ezzel a három szempontot figyelembe véve együttesen kiszámolja neked, hogy melyikek a legjobb kombinációk. Úgyhogy én továbbra is a Kiwit javaslom, nekem ez a harmadik olyan tippem, amit szoktam alkalmazni. A negyedik ötletem az az, hogy akármennyire jó a kereső, még mindig nem jellemzően a fapadosoknak az átszállási lehetőségeit. Most a Ryanair bejelentette, hogy elkezdi a Milánó és firenzei reptereknél lesznek már átszálló jegyek, tehát hivatalosan is a Ryanair össze fogja kötni különböző légitársaságokkal, de még mindig nem tökéletes. És meg jó, hogyha van egy kis pici rugalmasság a tervezésedben, és meg tudod tenni azt, hogy adott esetben vársz néhány órát, vagy mit tudom, másnap, vagy harmadnap mész csak tovább egy adott helyről, akkor megint csak lehet hatékonyságot növelni, és meg tudsz találni olyan repegy kombinációkat, amit amúgy a keresők nem hoznának ki. Ehhez azt érdemes tudni, hogy melyikek azok a fő csomópontok, ahol a legjobb és legkedvezőbb átszállások vannak. Én azt gondolom, hogy ilyen szempontból mindenképpen, amit érdemes megnézni, ez a Milano Malpensa, tehát MXP, a Brüsszel Charleroi CRL kódú repülőtér, a London Stansted,
esetleg még a madridi barcelonai reptér, illetve biztos van még több ilyen, de nekem ezek azok, ami általában beszokott válni, tehát Budapestről könnyen elérhető helyszínek, és onnan viszonylag sok csatlakozás van, viszonylag sok helyre el lehet jutni tovább ezeken a hubokon, ezeken a nagy repülőtereken keresztül. Úgyhogy ez a negyedik tippem, amit szerintem érdemes követni. Az ötödik ötletem pedig a kicsit hasonló a negyedikhez, az pedig az, hogy érdemes megnézni azokat, hogy nem oda-vissza utakat keresni, tehát nem retúrjegyeket keresni, hanem adott esetben menni egy kört, mert sok esetben még kedvezőbben lehet megcsinálni. Én 14 végén csináltam egy Budapest-London-London-Malaga-Malaga-Budapestet, és körülbelül fel annyira jött ki, mint egy oda-vissza út lett volna. Most mentem volna éppen Malagára, de ezt megint el kellett tolnom. A Budapest-Malaga járat ugyanannyiba került, mint a Budapest-Stockholm, Stockholm-Malaga. Tehát érdemes megnézni azt, hogy lehet, hogy egy kis kerülővel, plusz egy városnézéssel, vagy esetleg egy körúttal, simán elképzelhető, hogy még adott esetben kedvezőbb is a repülőjegy, mint egy sima oda-visszánál. És menjetek, utazzatok, hiszen az utazás az egyetlen olyan dolog, amire költesz, de mégis gazdagabbá tesz. Jó utat mindenkinek! Sziasztok! For a flying honeymoon, they say, come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up, let's fly away.